egy hónap kihagyása, mikor gyengélkedett az előadónk és a forint, megint itt vagyunk, és meg tudjuk hallgatni Dobosi tanár úr előadását az LKM-ről, a Digépről és Digépről. Mindemellett egy, mint tudjátok, egy vándorkupát alapított Koleszár Péter, a csoport alapítója. Ezt a vándorkupát minden hónapban át szoktuk adni egy-egy olyan posztolónak, aki úgy ítélt meg a adminisztrátorok csoportja, hogy olyan képeket töltött föl, amelyet mindenkinek az érdeklődésére számon tartanak. Többen megkapták, már tudjátok, Farkas Tamástól kezdve Átót Józsin át. Felvéstük őket a kupára, illetve hát csak a nevüket, őket nem. Felvéstük őket a kupára, hogy emlékezzünk rá, hogy jeles posztolói és feltöltői a csoportnak. Az elmúlt hónap fényképei alapján úgy döntöttünk, hogy ebbe a hónapba kis Tanne István barátunk kapja a kupát. Két dolga lesz vele, egy teletölteni pezsgővel, a másik, hogy rávéseti a saját nevét, és visszahozza nekünk a következő alkalomra, hogy ismét át tudjuk adni valakinek. Indoklásként én nem nagyon kívánok sokat mondani. Annyit hozzátennék, hogy nem feltétlen a mennyiségi feltöltés dominál egy-egy ilyen kupa megítélésénél, hanem a képek minősége, milyensége. Ugye itt nyújtja nekem Püsta Mácsi a Rozsda Zóna című albumot. Ugye tudjátok, hogy a csoportunk nem foglalkozik reklámmal, de azért ezt, mivel szorosan kapcsolódik a mai témához, szorosan kapcsolódik Miskolchoz, szorosan kapcsolódik a képekhez és a művészethez, mindenkinek melegen ajánlom. És azt szeretném kérni Kis Tanne Istvánt, mint Miskolc jeles történelmének fotósa, hogy biztassa a kollégáit, hogy minél több képet töltsenek fel a Miskolca Múrba csoportba. Mindegyikünk nagy örömére. Annyit tudok ígérni, hogy ezután jön a javon. Köszönjük szépen! Ez egy tapsot érdemel mindenképpen. A szokásos menetrendet gondolom ismeritek. Péter következik, és utána majd csak eljutunk Pista bácsihoz. Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát az elmúlt hónapban nem találkoztunk, technikai okokra hivatkozva. Most viszont majdnem, hogy kétszer annyian vagyunk, mint múlt hónapban lettünk volna. Ez azért egy jó hír. Néhány dolog történt az elmúlt másfél-két hónapban, amióta nem találkoztunk. Hadd vegyem sorra őket, például tanár úrnak a szakálla eltűnt teljesen. Befelé nőtt, igen. Itt a sajtóban lehetett olvasni, hogy megtalálták, illetve nem az elmúlt két hónapban, de most van a csúcsán ennek a kommunikációja. Megtalálták Miskolcnak ugye az egyik legrégibb épületét Tapolcán. Volt egy olyan eseményünk, ami egy kerek forduló, 5000-en lettünk a csoportban. Ez azért egy nagyon fontos mérőszám, hiszen 170-180 ezer lakosa van ennek a városnak. Ki lehet számolni, ez hány családot jelent. És ez annyit jelent, ez az 5000 fő, hogy szinte most már nincsen olyan család,
nagyobb családot véve, akinek közvetlenül az első számú ismerőse ne lenne valahogyan a csoportunkban jelen. Én nem mondom, hogy nem szabad itt megállni, mert ez öncélú dolog lenne, hogyha az lenne a célunk, hogy minél többen legyünk. Viszont a csoport számának a növekedése az mindenképpen egyenes arányban van a képek mennyiségének és a képek minőségének egyenes arányban van ezzel. Tehát mégiscsak azt mondom, hogy minél többen legyünk, hiszen akkor minél több fénykép és minél több emlék fog előkerülni. Jó néhány új tagunk is, akik most az elmúlt időszakban nyáron vagy esetleg az ősszel csatlakoztak, már most olyan emlékeket, olyan képeket osztanak meg velünk, ami mindannyiunk számára óriási érték. És még egy gondolatot szeretnék megosztani veletek, önökkel. Az elmúlt hónap azért is érdekes volt, mert a csoportunknak a két mentora elismerésre került. Elismerték a munkáját, elismerték annak a több évtizednek a munkáját, amit ők végeztek. Biztos vagyok benne, hogy a mi csoportunknak a munkája és a mi csoportunknak is a népszerűsége is hozzájárulhatott minimálisan ahhoz, hogy az ő tevékenységük el legyen ismerve, azonban még véletlenül sem szeretném, hogy kisajátítjuk magunknak ezt a dolgot, hiszen azért ne felejtsük el, hogy több évtizede építik azt, amiért ők ezt a díjat kapták, nevezetesen a Prima Primissimának a megyei kis testvérét, a megyei Prima díjat kapták még mindketten egyszerre. Ez külön öröm, hogy nem kell egyikőjüket vagy másikójukat kiemelnünk, hiszen ők együtt, egymást erősítve érték el ezt a díjat. Én őszintén gratulálok a csoport nevében is, és rögtön át is adnám a szót Gyulinak, hogy néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, és köszönöm a figyelmet. Én nagyon megköszönöm a város civiljeinek ezt a díjat, különösen a HOSZ bátorságának, hogy ezt a díjat oda merte nekünk ítélni, mert mi közismert, én elmondhatom, mert saját magunkról mondom, mi most nem vagyunk a szeretett figurák között, de azt is el kell mondanunk, de is tapasztaljátok, hogy a város helytörténete, ez a lokálpatriotizmus, mint mozgalom, nem központi kérdés most itt Miskolca, ezért nekünk nagyon jókor jött, és sok erőt adott ez a kitüntetés, ez elismerés, és én azt hiszem, hogy Dobrosi Isten nevében is mondhatom, hogy voltak pillanatok, amikor rossz kedvűek voltunk, meg úgy gondoltuk, hogy talán nem is jó felé megyünk. Ez a kitüntetés erőt adott mindkettőnek, és én most az ő nevében is megígérem mindenféle, hogy amíg bírjuk a vonót, addig majd húzzuk a nótát, és amíg tudjuk, mi ezt a, például ezt a kis szerdánként összejövetet csináljuk azért, hogy kerüljenek helyére a dolgok ebbe a városba. Még egyszer köszönöm a támogatást! És akkor tanár úr, a témához, vagy a fő témánkhoz. Köszönöm szépen! Kezdi csokolom, jó estét kívánok! Szervusztok! Köszönöm, amit Gyuri mondott. Meg hát nem hagyhatom szó nélkül azt, hogy a legutóbbi összejövetel elmaradt, hisz az kínált volna lehetőséget arra, hogy megemlékezzünk a hámorító 200 éves évfordulójáról. Meg hát sok mindenről. Lilafüred azért meglehetősen fontos számunkra, de nem csak a miskolciak számára, beleértve a palotaszállót, a barlangokat, az őstörténetet, Herman Ottóval bezáruló temetővel bezáruló. Tehát Barna Gyurival abba maradtunk, hogy ne törjük már meg a tervezett tematikát, majd később egy utolsó előadásként erre mindenképpen sort fogunk keríteni.
De hát arról ne feledkezzünk el, hogy ez a 200 év, ez végül is 200 év is nem akármilyen évforduló. Amiért nem volt, amit egyszerű az oka, én mondtam Gyurinak, hogy mondjuk azt, hogy összeverekedtünk. És ez az én arcomon látszik, ő meg olyan helyre kapta az ütést, ahol nem látszik. Szóval azok egy teljesen váratlan műtét volt, amit az arcomon követtek el, nem nagyon látszik. Valamilyen nem odaillő bőrdaganatot távolítottak el, amiről én magam sem tudtam, hogy ez azért rossz indulatú és könnyen belehalhat az ember. De hát előbb-utóbb úgyis ez a végkifejlett állapotunk, de hogyha Gyuri azt mondta, hogy még dolgozni kéne, akkor dolgozunk. És hát úgy tűnik, hogy ezzel sikerült túlesni ezen a nem kívánt forságon. Amikor Tapolcáról beszéltünk, a végén esett le a tantusz, hogy én elhoztam magammal a kulturális főváros elnyerésére készített pályázatot, amit aztán szépen hazavittem, mondván, hogy illet volna bemutatni. Most ezzel kezdem, és ezt körbe fogom adni. Lapozzátok végig, nézzetek bele, mert azt hiszem, hogy a mostani város képbe ez nincsen, vagy a városvezetők közül azt hiszem, hogy nincs egyetlen ember se, aki erről bármifajta ismerettel rendelkezne. Ez annak idején egy rendkívül jó összeállítás volt, hisz akkor már tudtuk, már a tapolcai apátság megvolt, az 2004. decemberében tárták föl, vagy lehetők meg Pusztai Tamásék, és ahogy Péter is mondta, ami ott előkerült most, az egy egészen különleges dolog. Tehát ugye mondtuk, hogy 1219 az, amit a történész írásban tud dokumentálni. Ez továbbra is igaz, ez nem fog megváltozni, nem kerülnek elő újabb oklevelek. A régészek viszont egymás után hozzák a meglepetésszerű dokumentumokat, és ez a körkápolna, ami előkerült, nem merem még megfogalmazni, de ez egy egészen különleges dolog lehet a város történetében. Valószínűnek látszik, hogy összekapcsolódik a bizánci kereszténységgel. De maga a bencés kolostor ott léte és Pannonhalma után nagyon-nagyon előkelő helyen van. Most ebbe a pályázatba természetesen már fölvetődött ennek a megóvása és a bemutatása, mint ahogy az is fölvetődött, hogy mennyire fontos lenne a gyárterületeknek a bemutatása, az egykori üzemcsarnokoknak valami úton módon hasznosátétele. Itt nem csak sporttolási lehetőségek vetődtek föl, hanem a Nemzeti Múzeum nagy műtárgy bemutatóját is terveztünk, zenei csarnokot és egyéb hasonlókat. Amiért ezt elmondom, a lényeg az, hogy 1873, majd vigyázok azért az évszámokra, mert mindenki, vagy majdnem mindenki szakértője a témának, 1873-ban megy a vasútvonal ki a pályaudvartól Diósgyőrbe. És már 2004-5-ben fölvetődött, hogy ezt meg kell tartani. Tehát a város kelet-nyugati tengelyébe ezt be kell vonni még hozzá úgy, hogy ez a vonaton érkezőket ki tudja szállítani a gyár területére, az ottani csarnokokra, és ugye ami nem működő rész, azok kultúrfórumot alkothattak volna, és onnan egyfajta átkötést lehetett volna csinálni a majláti kimenő villamoshoz, illetőleg a Lilafüredre menő kisvasúthoz. Ez a szövegben írva vagyon, de hallom, hogy ez fölvetődik a város mostani elképzeléseibe, mint vadonátos új koncepció. Nos, ez körülbelül olyan, mint a 20. században, hogy végignéztem, legalább 10-15 városrendezési tervünk volt, és én azt mondom, hogy talán elég lenne jóval kevesebb, csak oda kéne figyelni egy picit is arra, hogy az elődök mit csináltak,
mert végül is ami megvalósul, az 1897-ben már térképre rakott, térképre vetített kép volt. Tehát ahogy Miskolc most alakul, az a Lechner féle vagy Adler féle terv 1897-től már létezik. Hogy mennyire fontos egy kicsit odafigyelni a régiekre, és hogy mennyire fontos azt megfogalmazni, hogy nem biztos, hogy velem kezdődik a történetírás, vagy az irányítás, vagy a világ. Ezt mi sem bizonyítja jobban, muszáj elmondanom egyébként két apró dolog. Az egyik, egy fiatalokból álló társaság szerveződött, és az Észak-Magyarországban mégis jelent talán kétszer is írás, hogy újra kell gondolni a múltunkat, vagy újra kell értelmezni a közelmúltat. Na most ez a fogalom nagyon-nagyon egyet jelent, tehát ennek jól körülírható a tartalma, vagy jól megfogalmazható a tartalma. Amire én azt mondom, hogy nem újra gondolni, meg átírni kell a történelmet, hanem ismerni kell a történelmet. És el is hangzott ott egy kicsit távolra nyúló példa, hogy az 1878-as árvízről semmiféle ismerettel nem rendelkezünk, vagy minimális ismerettel rendelkezünk. Mondanám erre azt, hogy az, aki ezt állítja. És csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy az árvíz után rögtön megjelent a Miskolc gyásza című kiadvány, ami azért egy különleges alkotás, mert a Szinai István által készített fotókat kézzel ragaszgatták a kötetbe. Nem tudom, hogy látott-e valaki ilyet. Tehát könyvritkaságnak is számít, de az árvízzel egy időben külön ponyva irodalom jelent meg. Mert ez ugye Egert is érintette, meg a hegyalját is érintette. Ez a vonulat, az volt a cím, hogy a Miskolcot elpusztított nagy vihador. De Szendrey János, Miskolcváros történetírója Pesten, a vasárnapi újságban Herman Otto rajzos tudósításokat tett közzé, és természetesen a Borsod megyei lapok, meg a Miskolcon megjelenő kiadványok nem csak 1878-ban, hanem az évfordulókon is mindig kellő tisztelettel emlékeztek a város addigi történetének legnagyobb árvizére. És bennem azért jött föl, hogy most ennek a nem ismeretéért esetleg elmarasztalható egy fiatalabb generáció, vagy azt kéne megértenünk, hogy ők már az internetről dolgoznak és számítógéppel. Tehát ami ott megtalálható, az ismeretet jelent, ami nem található meg, az nem jelent ismeretet. Hisz az árvíz hangzott el konkrétan, azért mondom, hogy a 100 éves évfordulóra Veres László egykori muzeológus kollégámmal mi egy könyvet írtunk erről, aminek meglehetősen komoly a szakirodalma. Plusz, hogyha valaki, és nem tud mit csinálni egy történész, megnézi a levéltárnak a vonatkozó anyagát, és azt veszi észre, hogy volt egy külön árvízi bizottság, egy helyreállító bizottság, egy városrendező bizottság. Az árvízi romok eltakarításának lett az eredmény az első városrendezési terv. De ha valaki nem lapozza végig a Miskolcon megjelenő sajtó néhány tízezer oldalát, akkor valóban nem tudhatja, hogy nincs olyan téma, amihez anyagot ne lehetne találni. Nos, lehet, hogy az internetnek ez egy olyan hatása, amivel majd az elkövetkező idők történészeinek számolni kell, és azt mondjuk, hogy mi meg maradunk annál a könyvformátumnál, amihez hozzászoktunk. De a városi ismerettel kapcsolatban egy másik megjegyzést hadd tegyek. Ugye tetszenek emlékezni arra, hogy és most már csak indítsuk el, Gyuri bácsi, légy szíves. Hisz ebben benne van a Szent István térnek az átalakítási, felújítási terve.
Akkor több terv is készült, Piriti Attiláék, Rudolf Misiék, tehát aki érdemi építész volt, vagy KFT-je volt a városban, szinte mindenki készített tervet a Szent István tér átalakítására, kialakítására, térfaloknak a megjelölésével, úgyhogy mindenütt szerepelt már az új városháza. És itt még egy olyan verzió szerepel, hogy a színvát be kell hozni a tér közepére, ott valamilyen vízfordító zsilippel kell ellátni, és legyen a színvának egy, maradjon egy olyan ága, ami valójában a felnyitott meder, arra pedig egy malmot kéne elhelyezni. Szép volt, látványos volt, mondtuk, hogy mi van akkor, hogyha van egy árvíz? Hát az ott fog megállni majd a városházának a vadonátus új udvarán, tehát ez itt nem jó. Na, az új vezetés úgy reagált erre a koncepcióra, hogy hát ott nem. És főleg nem lehet mélygarást csinálni, hanem mélygarást a Patak utcán kell csinálni. Tegnap a tévében hallom, és én nem akartam elhinni, hogy ez létezhet, de ezek szerint létezik, úgyhogy ma még egyszer meg kellett nézni. Kiáll a hozzáértő szakember, és azt mondja, hogy ők nem gondolták azt, hogy ott olyan talaj viszonyok vannak, mint amilyenek, és megdöbbentett őket az, hogy a Pece patak mederfala ott van. Na most kérem tisztelettel, a 20. század első felében azért nem kevés térkép jelent meg Miskolcról, ahol a színva és a Pece különböző árkai föl vannak tüntetve. De kell, hogy legyen Miskolcvárosnak térképtára. Közmű térkép egészen biztos, hogy van. De ha nem, akkor a hozzám hasonlókorú bármelyik embert meg lehetett volna kérdezni, hogy figyelj, ott a Patak utcai kispiacra emlékszel-e? Meg az elágazás, igen. És akkor ezt valószínű mindenki tudta volna. Ugye amikor a Balóczy utcai Leány kollégiumot Kriszti Pali tervezte és megépült, hát az az átjáró, az nem véletlenül került oda, hogyha bárki megnézi, ott van alatta, lebetonozva és gyűrűbe zárva a Pece. Na most ez a téma így, azt mondták, hogy rendben van, új közbeszerzést kell kiírni, és akkor meg új talajvizsgálatok. Na most miért nem lehet azt tudni, hogy kérem, ezeknek a vizeknek az volt a természete, hogy a medrük az változott, mint hogy a színvon meder is változott. De mondom azt, hogy nem tudtuk, hogy ott valami van, ez egy furcsa dolog az életünkben. Mint ahogy azt hallom, hogy az új főtér is, de úgy tudom, hogy ez írásban is megjelent, úgy néz neki, hogy ott koncentráltan be kéne mutatni Miskolcot. Tehát azon a téren helyet kapna a palotaszálló terasza, Tereszai, a Diósgyőri vár, Tapolca, kiadtam valamit? Hát ezek... Ja, a vízesésről is szó volt, igen. Plusz megfejelték azzal, hogy de a fürdőt is helyre kéne állítani. Ez az interneten... Nem helyre, vissza. Na most innentől kezdve nem tudom, hogy valójában mi és hogy fog történni. Tehát mi az a koncepció, ami mellett az ember azt mondhatja, hogy most akkor elmondom a véleményemet, amit ez és ez indokol. Nos, ennyit szerettem volna előzőleg elmondani, hogy ahogy változik a történelmek a megközelítése, úgy változik a városnak a megközelítése is, amiről meg azt gondolom, hogy csak olyanoknak kéne ezt csinálni, akik valamit értenek is, meg tudnak is a város történetéből, vagy a közelmúltjából, mert az nem egy haszontalan dolog, hogyha valamihez hozzányúlunk, akkor tudjuk, hogy mi történik. Mindezt azért mondtam el, mert az egyik barátom fölhívott, és azt mondta, hogy Pista, én nagyon-nagyon szerettem volna elmenni, de nem fogok tudni elmenni. Ne haragudj, én azt mondtam, hogy én pedig örülök annak, hogy nem jössz el.
mert én nem szeretek szomorú témáról beszélni, mindig valami vidám dologról. És ez a mai téma, ez egyáltalán nem vidám. Hogyha sikerült volna a Miskolc monográfiát befejezni úgy, ahogy még eddig nem sikerült, a hatodik korszak kötettel, ami 1950-től 1990-ig mutatta volna a város történetét, akkor most lényegesen könnyebb helyzetben lennék. De egy gyors számadást azért sikerült végezni, mert a második világháború után pontos kár felmérés történt. Épületkárokba, közművekbe, hidakba, templomokba, tehát pontosan összeírták, hogy milyen káresemények történtek, mihez mennyi cserepet, téglát kell gyártani, mennyi üveg kell hozzá, stb. Na most az első három éves tervben ezeknek egy jó részét sikerült megcsinálni, de az 50-es években nagyjából rendbe is rázódott a város, amelyben nem kis szerepe volt az iparosításnak. Tudjuk, hogy amikor 1941. december végén összeírják a város lakosságát, akkor derül ki, hogy a legnagyobb háborús károkat szenvedte el a város. Részben a deportálások miatt, részben mert sokan voltak, akik elmenekültek, részben még nem jöttek vissza a hadifogói táborokból. Szóval nagy volt az emberveszteség is. De mégis túl tudott lendülni a város, mert volt egy iszonyú hajtóerő, az élni akarásnak a hajtóereje, és nem sokkal később ugye megjelenik, tervciklusról beszélünk, ne tessék elfelejteni, hogy Miskolc a tervvárosa. És itt a három éves, illetve az öt éves tervekről van szó, hogy majd 1954-re hogy fog kinézni a város. Nos, amikor számba vettünk, és itt szakértők, kötetírók vannak közöttünk, hogy mit jelentett az LKM-nek, mit jelentett a digépnek az elveszítése, a leépítése, a széthurcolása, mit jelentett a bányászat megszüntetése, Pereces, mit jelentett Jukó, akkor odáig jutottam el, hogy ez szinte nagyobb vesztesége volt a városnak, mint a második világháborús veszteség. Igen, ám csak a második világháború veszteségeit az iparosítással ki lehetett heverni. De most mi történik, mert hisz amit egy generáció épített, mondjuk 50 és 90 között, az eddig legalább két generációt temetett maga alá, és nem tudjuk megmondani, hogy mennyit fog. Nagyon szomorú, de nagyon jó érzés az, hogy azt mondtuk, hogy Miskolc mellett valamennyi a Nagy Miskolcot alkotó település történetét meg kell írni. Nem voltak előzményei. Nincsen Szirma, nincsen Görömböly, nincsen Helyő Csaba, és nem volt egyébként Diós Győr monográfia sem. Azaz, hogy érdekesen előkerült egy kézirat. Diós Győrnek volt három remek embere, akik a városszépítőket képviselték. Diós Győrnek annak idején ugye volt önálló városszépítő csoportja. Balázs Jóska bácsi, Korompai Viktor és Balog Sándor. És mindig hivatkoztak valamilyen kéziratra. Én meg rendre kételkedtem, hogy ilyen nincs is. És amikor Viktor bátyánk meghalt, a fia azt mondta, hogy hát ő fölajánlja a Városszépítő Egyesületnek a hagyatékát. És itt Gyurinál sikerült lemásolni azt a két kötetes anyagot,
ami úgy körülbelül 400 oldal lehet. Keresztes Vencel a szerzője. Nekem semmit nem mond a neve, nem ismerős, viszont... Tanár volt, ha tudom, Vasgyár. Igen? Ha jól emlékszem. De egy nagyon profi, egy átfogó munkát írt, ami biztos, hogy nem jelent meg. És a három kisreg szépen használta ezeket a munkákat, de csak mondták, hogy valami van. Na most végolvastam, és azt mondom, hogy 1929 valami egészen különleges év a város történetében. Szendrey János után az ötödik kötet 1911-ben jelent meg, 1929-ben jelenik meg a Borsod Gyömör Kishont közigazgatásra egyesített vármegyék története és Miskolc. Ez a Halmai Leszih féle kiadvány, és 1929-ben lát napvilágot egy másik csodálatos könyv, Zsedényi Béla, aki a Jogakadémia tanára volt, Miskolc szellemi élete és kultúrája. Ez a Jogakadémiának volt egy meglehetősen vaskos kiadványa, nagyszerű könyv, folytatni kéne ugyanabban a hangulatban, ugyanabban a gondolkodásmódban. És 1929-ben jelenik meg, vagy készül el ez a kézirat is. És ez azért fontos számomra, mert Zsedényék már egyértelműen és világosan megfogalmazzák, hogy Miskolc perspektívája az Diós Győr. Érdekes egyébként, hogy ha megkérdezik, hogy most Diós Győrről kinek mi jut eszébe? Azt mondja, hogy hát a vár. Egy kicsit mélyebben a korona uradalom, aminek azért az épületei itt-ott még fellelhetők. Eszébe jut mondjuk a Tapolca fürdő, a kohászat, vasgyártás, a kolónia mindenképpen, és más nem, mert ugye egy ív zárja körbe Diós Győrt, mint települést, igaz? Tehát egyszerűen nem is volt másfelé nyitási lehetősége, csak Miskolc felé. És pálosok, igen. Igen. Perecesi bányát, igen. Márta, igen. Na, szóval ezek indokolták azt, hogy ha Miskolcnak vége, akkor egy kétkötetes Diós Győr monográfiát kéne megjelentetni, ugyanabban a formában, és ugyanolyan külsőben, mint ahogy Miskolc kinéz. És ehhez a munkához mi hozzákezdtünk. Így született meg a Tanulmányok Diós Győr történetéhez című kiadványsorozat, és amikor az első kötetet terveztük, Kiszeli Gyula bácsi volt ott, azt hiszem, hogy Bán István és Marosvári László. Gyula bácsi akkor már meglehetősen fáradt volt, koros is volt, és mondta, hogy hát ő megírta a Diós Győri vasgyártás történetét, de jelentessük már meg, mert meg fog halni, ne vesszen kárba az anyaga. És akkor azt ígértem, hogy persze, és akkor nyissunk egy olyan sorozatot, ami előkészíti a monográfiát. És olyan hitetlenkedve ment el mindenki. Aztán, amikor már teljesen nyomdakész volt a kötet, ez az utolsó emlékem Gyula bácsiról, bejöttek a levéltárba, és azt mondta, tudod, Pista, ennek a kötetnek a sajtótájékoztatóját én már nem fogom megjönni. De arra kérlek, hogy annyi tiszteletdíjat fizessél ki, amiből a temetésen megoldható. És nem volt ott a sajtótájékoztatón. És ezzel indult a sorozat, a címe pedig a Diósgyőri Magyar Állami Vas és Acélgyár története,
1867-től 1945-ig. Néhány év múlva felvetődött, hogy újra kéne nyomni, aranyér nem kapható, tehát ez teljesen eltűnt. Nem tudom, itt sincs egyébként, majd kértem Gyurit, hogy a sorozatból azért néhány könyvet már itt is van, ami elérhető, hogy kerüljön be, megnézni és elvinni. És rögtön utána, hogy legyen egyfajta ellensúly, Besenyei József, aki a bölcsészkarnak a történelmi tanszékén dolgozott, aztán egy időben dékánhelyettes is volt, úgy tudom, hogy már elhagyta Miskolcot. Diósgyőr vára és uradalma 16. században címen az összes uradalmi forrásanyagot megjelentette. Mindegyiknek természetesen ilyen kétnyelvű a kiadvány, latin-magyar. Majd jött Balázs Jóska bácsi a harmadik kötettel, Egyházak és iskolák Diósgyőrben. Nem tudom, hogy ismerőse volt-e valakinek a kezébe, mivel egy zseniális történész kolléganőm létezik, dolgozik, és a Miskolc monográfiának is szerzi, egy Gyula Éva. Ő volt, aki Balázs Jóska, hát tanárember, nyilván nem ez volt a munkája, írta szépen a dolgokat, és levéltárba bejött, és az Dórika, azt a barna dobozt kérem, ami legutóbb is nálam volt. Na most a levéltárban minden doboz barna, van belőle néhány tízezer, úgyhogy számon kellett tartani, hogy amikor a diósgyőriek jönnek kutatni, akkor melyik doboz, melyik barna dobozba kell folytatni a kutatást. Nagyon jó a kötet, abban is sokat segített nekünk, hogy a diósgyőri temetőbe kiknek a sírját lehet majd levéteni, a katolikus, református és az evangélikus temetőbe. Olajos Csaba megcsinálta a vasgyári kolóniának a történetét. Zseniális kötet, megint nincsen semmi belőle, érzésem szerint újra meg kéne jelentetni, avagy fölértékelődik ennek a jelentősége egy Diósgyőr monográfiánál. Már akkor, hisz ő még aktív ember volt a megyénél, és műemlékvédelemmel foglalkozott, én azt hiszem, hogy talán regionális felügyelő volt, a kolónia védettségét már akkor kihirdették. Nekem most gőzöm nincsen, mert úgy meg van keverve a műemlékvédelem, hogy most városképi műemlék, jelölt műemlék, valós műemlék, ki nyilvánítja, ki bonthat, tehát egyszerűen káosz van. Csak remélni tudom, hogy a kolónia az nem fog eltűnni, és lesz előbb-utóbb pénz arra, hogy ezt teljes rekonstrukcióval be lehessen mutatni. Marosvári Laci bácsit a közelmúltban néhány nappal ezelőtt temették. A diósgyőri hengerművek története címen írt egy olyan könyvet, és ezt el kell, hogy mondjam, tehát amikor egy szakember dolgozik és leírja a saját munkáját, hát én olvastam, de megmondom őszintén, hogy nem túl sokat értettem belőle. Azt láttam, hogy irdatlan hosszú kimutatásai vannak, és nem fér bele a kötetbe. Beszélgetünk, és egy-kettőt összehajtottam, letettem az asztal alá, hogy hát ha kimarad. Aztán azt mondja, te Pista, kevesebb a kimutatás, mint amennyit hoztam. Vidám emlék egy rettenetesen komoly emberről, tehát ő volt az a polgári kultúrának az élete végéig a hordozója, a tekintélyes megjelenés, nagyszerű munkát alkotott, de nem igazán volt nagy a kereslet, tehát ez egy speciális, de egy nélkülözhetetlen területe volt az elkeemlék. Majd jött Csifári Gergely és Porkoláb Lacinak a Fazolák Würzburgtól Diósgyőrig. Nagyon jó sikerült kötet. Ceglédi Ilona, akivel volt szerencsém együtt dolgozni, és 73-ban, amikor visszakerültünk Miskolcra, ő volt a Herman Otto Múzeum régészeti osztálynak az osztályvezetője, aztán elköltözött Pestre,
de ő azért fontos, mert a 60-as években a várrekonstrukciót, amikor a beton bekerül a műemlékvédelembe, Ferenczi Karcsival, Károllyal együtt ezt ők irányították, ők szervezték. Akkor szokatlan volt, később megbarátkoztunk vele, és most már ugye újabb elképzelések vannak, sok elképzelés van, nem tudom, hogy melyik kapta meg a támogatást, de úgy tudom, hogy talán 2,5 milliárd áll rendelkezésre ahhoz, hogy ott a szükséges átalakítások megtörténjenek, ami persze a beépítés jelenti, tehát a belső terek, ahol voltak a nyári játékok, azok eltűnnek, de lesz a külső térben a váron kívül erre valamilyen szabad hely és terület. És Lovász Emese, aki akkor még egészen fiatal, az egyetemről kikerült régész volt, és érdekes módon ő lett az a régész, aki most is ás Diósgyőrbe, és Diósgyőrbe is a vár környékén olyan adatokra bukkant, amik az ő megítélése szerint, és ezt elfogadom, megváltoztatja Diósgyőr történetéről eddig kialakított képet. Egy szendrei monográfiát ismerünk, ami valójában a vár történetéről szól, még a Wenzelt, de valószínű, hogy új kötetbe kívánkozik majd Lovász Emesének a munkája is. És hogy milyen érdekes, hogy kinek mi jut eszébe Diósgyőrről, a párosokat ugye kihagytam, de innen nem maradt ki, mert a 8. kötet a Pálosok építészeti és művelődés történeti emlékei címen jelentettünk meg egy kötetet, ez 2000-ben volt már, ami Jó Tibor nevéhez kötődik, nem tudom, lehet, hogy ismerős az ő neve vagy nem, de a Pálosok nagy ismerője volt Borsod megyében. És ezt követően megjelent Pereces bányatelep története a 19.-20. században. Még Jukóból nem tolták fel az utolsó csilleszenet, amikor ez a kötet megjelent. És sajnálom, hogy ez nagyon-nagyon sok szerzős kötet volt. Ide írtam, hogy a 17 szerzőből már csak 5 szerző él. Tehát olyan dolgokat tudtak elmondani a településről, ami egyébként egy nem régi település, hisz tulajdonképpen 19. század vége felé a gyárral összefüggésbe hozták létre, amit ha nem írtak le, akkor magukkal vittek. Főleg létszámadatokat. Mit jelentett a rendszerváltás, a spontán privatizáció, egyáltalán a bányák bezárása? Ezek kimaradtak belőle. Bán Pista bácsi, aki azt hiszem, hogy egyik levezénylője volt a Nemes Acél hengerműnek, a hagyatéka bekerült a levéltárba, amikor meghalt. Tiszteletére egy emlékkönyv jelent meg, de ő a Diósgyőri Vas és Acélgyár az Elkem történetét írta 44 és 88 között. Azaz, hogy úgy válogattuk össze az anyagát, hogy ebből kiderüljön 88-ig a gyárnak a története, és a kötet egyharmad részébe Stélik Laci bácsinak az emléke is belekerült. Ági nincs itt a lánya, Laci bácsi is meghalt azóta, de én azt hiszem, hogy egy szakmailag nagyon jó kötetet sikerült összehozni. Örülök annak, hogy Kovács György a 11. a sorba, Gyuri bácsi, a Diósgyőri Vasgyár művelődés története 1885-1965 között. Egy hatalmas vaskos anyag, úgyhogy Németi Lajos részben zsebből finanszírozta a tiszteletdíjat, de megjelent a kötet. Úgyhogy Gyuri bácsit akkor már nagyon-nagyon beteg volt, a kórházból hozták ki két infúzió közötti állapotban, és megérte a kötetbemutatót, nem sokkal később ő is elment.
Viszont hihetetlen, hogy mi anyagot tudott összeszedni az SMT könyvtárba. Nem tudom, és ez megvallom őszintén, hogy mint iratokkal foglalkozó levéltáros embert is bánt, hogy mi történt az eredeti anyaggal, hisz annak minden körülmények, hogy mindenképpen levéltárba lenne a helye. Aztán a 12-es, 13-as kötet 2003 és 2006 között következett. Porkoláb László futott bele egy forrásgyűjteménybe 1770-től 1919-ig, a második kötet 1920-tól 2005-ig tárgyalja, illetve mutatja be a legfontosabb dokumentumait a vasgyárnak. Ez a 2004-2005 olyan időszak volt, amikor lehet, hogy az ő egyik kötetének a bemutatóján nagyon komoly vita alakult ki a privatizációval kapcsolatban. És azt mondtam, hogy ezt hallgatni jó, de erről véleményt csak azt tud mondani, aki ezt átélte. És hát ezért egy különleges dolog számomra a Boros Árpi bácsival való találkozásom, mert elkezdett írni. És ebből a sorozatból, itt ahogy fogjuk látni, majd 5 kötetet írt, de még nincs vége a sorozatnak. Nem tudom, mikor fog a következő megjelenni, de sort kerítünk rá. Az első az így szólt, hogy események és tények a diózsiai kohászat életéből 1770-2003. Most akik szakemberként vannak itt, nyilván tudják, hogy ott volt mindig. Azaz, hogy nem mindig, hanem lentről kezdte, aztán feljutott a csúcsig. Tehát gyakorlatilag minden részét, porcikáját ismerte a nagyüzemnek, úgyhogy az anyaga a későbbiek is olyan módon hitelesek számomra, hogy a különböző peres iratok meg, amikor elkezdődtek a végelszámolások, meg felszámolás, meg szanaszéjjel szakadt az üzem, ezeknek az iratanyaga az a bíróságra, cégbíróságra került, hogy mikor fog a levéltárba kerülni, szerintem egyikünk se éri meg. Tehát mire ebből az anyagból levéltári forrásanyag lesz, addigra számunkra már csak ez a kötet létezik, aminek a hitelességét azok erősítik meg, akik egy-egy kötet bemutatón ott voltak. Most ezek a kötetek még mindezt fontos hangsúlyozva, mind a Kobold időszakban jelentek meg. Kobold Tamás rettentő módon odafigyelt a várostörténetre, a várostörténeti kiadványoknak a finanszírozására, és akkor volt az, hogy amikor egy Diósgyőr kötet bemutató volt, a tárgyalót azt mindig körbeülték, az egyetemről jövő emberek, akik kint dolgoztak, műszaki emberek. Tehát egyszerűen a szakma jött össze, és a szakma mondott véleményt az adott könyvről és a gyár történetéről. Emléke van ennek bennem, meg gondolom mindenkiben, aki ennek részese volt. Én csak remélni tudom, hogy lesz ennek még folytatása is. Jung János, Kis László, Sélei István, Sziklavári János bácsi, a diózsiai acélgyártás története a folyt acélgyártás bevezetésétől napjainkig. Ez 2004-ben jelent meg. Sziklavári János forrasztott vasgyártás korszaka Diósgyőrben 1770-1880. És ez is egy remek kötet, hogy számomra az bizonyította, hogyha van egy jó szponzor, ahol van pénz, akkor nem jelenthet problémát, gondot egy ilyen szakmai munkának a megjelentetése. Itt csak annyi volt, hogy János bács megmondta, hogy ezt a telefont légy szívest hív föl. Bejelentkezett valaki, mondom, Devéltárból Dobros István vagyok, ennyi a nyomdaszámla. És az átutalás az megérkezett az alapítvány számlájára. Lenne minél több ilyen ember.
Valahol ültünk, lehet, hogy ennek a kötetnek a bemutatóján, és valaki azt mondta, hogy de hát még nincsen megírva a karbantartás története. Azt mondja, Árpi bács, hát akkor meg kell írni. És így született a diózseri kohászat karbantartásának története 1772-1006 között. Majd megint Boros Árpád következik, diózseri acélgyártás és energiaellátás története 1772-2006 között. Aztán ugye a csavar gyártás az egy viszonylag korai része volt a vasgyártásnak, és a privatizációba is nagyon-nagyon korán került ki a gyár területéről. Alsó Zsoltszára, ahol korábban a házgyár működött, és Szalai József építette ott ki a birodalmát, és ezért készült el a csavar és húzottárú gyár története. De indult az acélgyárba a kezdetektől, 1770-től, és ez áthúzott, beleértve mindenfajta jogi, közgazdasági, gazdaságtörténeti kérdést 2007-ig. Aminek szintén nagyon-nagyon tudok körülni, könnyörtelenül kemény munka volt, szerkesztett kötet a tanulmányok a diózseri gépgyár történetéhez. Simon Pista van itt a szerzők közül, de nagyon sokan ültünk ott is az asztal mellett, hisz mindenkiben volt egy olyan, hogy ameddig él, szeretné megírni azt, amit ő átélt. És a Szávai Árpádnak voltak különböző részei, mindenki merített az övéből, és akkor kellett ott valami szerzőjogi rendet csinálni, hogy na de tisztességes hivatkozással semmi galiba nem lesz ebből, úgyhogy 8-9 szerzője van a kötetnek, Szávai Árpád meghalt, Hegedűs Béla meghalt, Fehér Elemér. Ja, nem halt meg, Fehér Elemér, Hegedűs... Elemér meghalt. Kis Jóska, igen. Kugler Gyura ér, Simon Pista itt van, Szedlacsek Jóska bácsi megvan, Garanvölgyi Tivadar, Huppauer Laci megvan, Kugler Gyura, Hegedűs Béla. Igen. És amilyen nehezen jött össze ez a kötet, olyan zseniálisan jó. És akkor azt mondtam, hogy higgyétek el, hogy egy jó kötetnek az íze, hogyha együtt fogjátok látni, az meghozza a kedvet a következőhöz. És úgy tudom, hogy készül és össze fog állni, miközben megmaradt a fotóarchívuma, meg ehhez jött a Várutcába egy épület, ahol egyszerűen raktározni lehet a legfontosabb dokumentumokat, és ez azért rettenetesen fontos, mert az a fotó, amit nem tudunk beazonosítani időben és témában, az gyakorlatilag bármilyen szép olyan, mintha nem lenne. És meg kell említenem, segítsetek, milyen Laci, aki a fotók... Kripko Laciék, akik az idősbb és a fiatalabb, akik időt, pénzt nem nézve, nem számolva, hihetetlen munkát végeztek a fotóanyagnak a rendbetételében. Tehát most azt mondom, hogy most már azt lehet látni, hogy hogy lehet tovább folytatni a digépnek a történetét. És ez megvan a megfelelő illusztrációs anyag is. És a sorozat eddigi utolsó darabja, a 21. kötet, amit Boros Árpád készített a diózseri kohászat tevékenységei tükrében. 1770-től 2010-ig szól a kötet, és én tisztelettel kérem, hogy engedjétek meg, hogy az Árpi bácsi kötetéből fölvissek itt néhány lapot. Meg amit nagyon szeretnék kérni, hisz végül is amit ti csináltatok,
amit csinálunk együtt, az egy olyan dolog, aminek csak a folytatását lehet látni, ameddig élünk. Hisz a vasútja program, meg nagyon sok minden, amiről beszéltünk, hogy legyen egy Miskolc breviárium. Drótos Laci bátyán itt van mozgatója, Nyitrai Dániel, tehát olyan emberek, akik végig tudták kísérni, és mind a napig, mai napig, remélem, hogy nem lesz sértő, hogyha azt mondom, hogy az ismeretek annyit ér, mint a levéltári forrás. Hogyha ez nincs, és nincs leírva, akkor ezt nem fogja más dokumentálni, de hogyha olyan írja meg, aki csak ránéz valami oknál fogva a történelemre, az már nem lesz az. És ez azért fontos a történetírásban, mert mi ebben a korszakban, a 20. század második felében szocializálódtunk. Nyilván másképp viselkedünk, és másképp ítélünk, mint akinek se inge, se gatyája ez a korszak. Na most, ilyenkor én mindig úgy furcsálkodva nézek széjjel, hogy de hát mi egy olyan történelmi időszakról beszélünk most itt, ami nem is létezik. Ugye, tehát az alkotmány helyét fölváltó alaptörvény szerint 1944. március 19-től a harmadik köztársaság kikiáltásáig nincsen történelmünk. Csak kohászat, meg digép, meg bányászat, meg azok az emberek, akik még közöttünk vannak. És képviselték ezt. Egy kimutatás, Árpi bácsi, biztos vagyok benne, hogy akik kimennek és megnézik a kohászat maradványait, tehát a telephelyet, vagy kimennek a digét területét megnézni, még véletlenül se volt a kezükbe ez a könyv, ami azt mondja, hogy 2009. január 9-én 130 hektár és 2489 négyzetméter területen volt összesen 59 cég. Na most ezek közül Kft. 59 Kft. Vagy volt, 9 betéti társaság, 6 részvénytársaság, 1 zártkörű részvénytársaság, volt magánvállalkozás 7 darab, nem tudom mi volt, de Miskolc városnak is volt egy valamije, és volt egy nyílkörű részvénytársaság. Na most itt tételesen pontosan ki van mutatva, hogy ki mennyi területet birtokol, és milyen tulajdoni hányada van. Ezt ember nincs, aki még egyszer így összeszedje, és reménytelennek látom a változások nyomon követését, ha valaki ezt nem ismeri, mert egyszerűen nincsen viszonyítási alapja. Bevallom őszinte, hogy 1989 ez a Dimagerti megalakulásának a dátuma. Tehát 53-tól volt 89-ig ledinkolászati művek, és innentől kezdve ember legyen a talpán, aki a névváltozásokat nyomon tudja követni, és természetesen a személyi változásokat is. De ebbe benne van, igen, és ezért puskázok innen, de gyakorlatilag, amikor 63-64 körül volt igaz, amikor csúcson működött az LKM. Mennyi volt, Árpi bácsi? 1 millió tonnán szél.
Egyrészt, de a létszám az... 19.400. Na most, ugye azt szoktuk mondani, hogy ezt hozzá kell adni a feleséget, meg a két gyereket, tehát ezt négyel kell beszorozni, és akkor az LKM ennyi embernek jelentett biztos megélhetőt. A digép? 12.000. 12.000. Bányászat? Ott jóval korábban elkezdődött, én azt hiszem, hogy Pereces talán már 68-ban megszűnt. A Pereces, igen, Jukó 2004. 2004 volt Jukó, és Jukóval zárult a bányászat. Egyébként helyi újságban jelent meg, hogy Borsod Magyarország zászlós hajója lesz, és újraindul a szénbányászat. Na most nem tudom, nyilván bányásznak kell lenni ahhoz, aki meg tudja azt mondani, hogy egy fölhagyott bányát újra nyitni, azt föltehetőleg nem lehet. Farkasjuk példára. De annak idején, amikor levéltárnak kerestünk raktárbázist, keresztül Kaskulú jártuk Jukót, ami annak idején valamennyi épületében nagyon jól nézett ki. De hát akkor már olyan volt, mint a bombatámadás után a buzatéri vásárcsarnok. Ezt nem csak ezért akarják ezeket újra nyitni, hanem részint gyakorlatilag annak idején egy alapvető döntés volt az olajára az alacsony volt világpiacon, és akkor gyakorlatilag ezek a bányák veszteségesek voltak, amikor kimutatták. Ez az egyik. A másik, hogy az olajára most tudjuk, hogy hol van, ezek most úgy néz ki, hogy gazdaságosak, de nem ez a döntő, hanem időközben, és én közgazdász vagyok, nem bányász, elnézést kérek, olyan technológiák vannak, hogy föld alatt lehet gázosítani ezeket a dolgokat, és a kitermelés akkor így hatékony lehet. Tehát ezek azok, amik indukálják azt, hogy foglalkoznak a magyarországi beszállító. Ez tőzeg vagy barna szén? Barna szén. Barna szén. Egyébként a Jukóval kapcsolatosan két példa, illetve több vélemény van, hogy mennyi szén van. De ami gondot jelent, az elsősorban a szénfalnak a vastagsága. Tehát ez olyan volt, hogy annak idején mondták, hogy fél méter, és azért már nem érdemes bányászkodás, illetve vannak olyanok, akik azt mondják, hogy két méter. Hát a kettő között lehet, hogy van, az egyik helyen, ugye az nem egyforma, az egyik helyen fél méter, a másik helyen két méter, de végül is be van tömedékelve az a jukóbányai rész, tehát azt kell alapvetően kibontani. Milyen Miklós bácsi? Aki meghalt? Lórán Miklós bácsinak volt, ha őt sok időt eltöltött, és ő mondta, hogy tulajdonképpen nem érdemes meg fél méter a szén, viszont én bányároktól hallottam, hogy két méter. Most az is érdekes, és ezek voltak a rettenetesen szép viták, hogy nem lehetett volna-e tovább finanszírozni a kohászati műveket. És itt még annak kapcsán is felvetődött, hogy ugye miután tulajdonviszonyok teljesen átalakultak, hogy miért kell nekünk villamos híneket vásárolni, amikor ezeket Diósgyőrben nyugodtan le lehetne gyártani. És jó. Valami sajtóra emlékszem vissza, és Grósz volt akkor az MSZMP-nek a titkár, aki azt mondta, hogy ez még a 70-es években lehetett, hogy a diósgyőri kohászat területét régen föl kellett volna szántani és bevetni sóval. Igen. Ez egy angliai gyáros ember, azt hiszem aztán polgármester lett, az járt egy Diósgyőrbe, és ezt követően írt az Észak-Magyarország egy ilyen cikket, az ő szavát idézve, hogy a kohászat területét föl kell szántani. Hát egy ilyen cikk megjelent az Észak-Magyarországban. Önállók ugyanis ez megtörtént, hogy egy ilyen gyárat lefaradíroztak, és 13 év alatt ott új gyárak épültek. Más jellegűek. Na most ugye ezt is meg lehetett volna így csinálni, ha mi arra képes
hogy helyette más gyárakat építettünk volna, de miután más gyár sem született, meg ez a gyár is tönkrement végül is, hát ez a nagy baj. És az, hogy Magyarországon Diósgyőr ment először tönkre, Ózdon is van még valami, Dunaújvárosban meg még működik a kohászat, és ebben a fájó az, hogy ez volt Magyarország egyedüli minőségi acélgyára, és ez ment tönkre. No, valakik azért ezt hagyták. Én egyszer még meg szeretném élni, hogy azok, akik ezt így hagyták, hogy így alakuljon, hogy megőrülnek, lehet, hogy nem fogom megélni, de vannak azért, akik bűnöseimmel nem szabad megtenni, hogy a minőségi acélgyára tönkre. Az, hogy a kapacitás 50%-ra csökkent, az 1 millió acélgyár 500 ezer tonnát termel a gyár egy évben, ez egy természetes dolog. De az, hogy végképp megszűnjön, és hogy mi 40 ezer folyóméter sírt a villamoshoz Kínából vegyünk meg, hát ez fájó annak, aki egy életetikre ért. Igen. Még majd az el fog rülni. És mi ezt tudtuk hengerelni, tudtuk volna, és én nekem az érzés az soha nem múlik el, amikor Svájcba, akik tudták, hogy én keresem a Diósgyőri sínt az állomásokon, és már direkt, mire kimentünk az állomásra, már megvolt, hogy hova vigyenek, és leolvastassák velem, az, hogy Diósgyőri sínt látok beépítve Svájcba. Hát ez egy jó eset. És azért az sem semmi, hogy ez a gyár 65 országot tudott exportálni. És hogy a kohászatok közül elsőként ezt hagyták tönkre menni, hát én ezt soha nem tudom megbocsátani azoknak, akik ezt hagyták. Valóban ez volt az első, igaz? Tehát ezzel kezdődött Magyarországon a kohászat tönkretétel. Igen, pici dolgot szeretnék mondani. De tulajdonképpen ugye a Diósgyőri kohászatnak ez a úgynevezett hármaszámú telepe. Ugye az első volt Ómasa, Újmasa és ez a hármaszámú telepe. Ezt alapvetően a magyar vasút fejlesztése érdekében létesült annak idején, és neki az volt a feladat ennek az állnak, hogy a 1843 után, illetve 1846 után, amikor megindult a vasút fejlesztés Magyarországon, hogy illetve inkább úgy mondom, hogy a kiegyezés után, amikor gyorsabb ütemben indult meg a fejlesztés, akkor kellett egy olyan üzem, ahol a magyar vasútnak a sínjeit legyártják. Na most ennek érdekében tulajdonképpen ez végigkíséri a síngyártás Diósgyőrnek, mondhatnám azt, hogy a teljes életét, olyan értelemben, hogy itt megkezdődött 1870-től a síngyártás, és szépen folyamatosan azokat a profilokat, típusokat, amit a MÁV igényelt, a góliát síntől kezdve a 48-as, 54-es és a 60-as sínek, tehát ezek most nem valami csodaszámok, bűvőszámok mondok, ezek a sínek típusok, ezek tulajdonképpen a folyóméter súlyt jelentik, általában 40, most inkább úgy mondom, hogy a 48-as folyóméter súlyak a sínek voltak kezdetben a félvonali, aztán amikor a sebesség egyre fokozódott a pályákon, akkor nagyobb síneket kellett már építeni, ez az 54 kg-os sín, és aztán ugye, amikor megindult a Budapest-Hegyeshalmi vonalnak a fejlesztése, akkor arról volt szó, hogy 160 km-es sebességgel fog menni a vonat Budapest és Bécs között, és ehhez a 160 km-hez kellett a 60 kg-os sín. Na most tulajdonképpen ezeket a síneket a gyár folyamatosan gyárt. Mennyit gyártott? Általában éves szinten 50 ezer tonna. Ennyi volt a MÁV-nak az igénye éves szinten. Na most ehhez természetesen hozzá kell adni azt, hogy a Martin acélgyártással készültek a sínek,
a nem igazán jó a gyártási helyre. Annak idején jó volt, de aztán a később már a minőségi feltételek, amikor szigorodtak, már nem igazán volt jó. Mondhatnám azt, hogy nagyon sok selejtele kell gyártani, tehát jóval többet gyártottunk ennek érdekében. Ezt oldotta meg tulajdonképpen az LD konverteres acélgyártás, a kombinált acélmű, amikor belépett, hogy az LD konverterben olyan minőségű seneget lehetett gyártani, amiben utána már nem ismertük azt a hibát, azt úgy hívják, hogy pehely, hidrogéntartalom, tehát ami korábban, ami miatt selejtezni kellett a sineket. Na most tulajdonképpen ezeket a sineket gyártottuk. A MÁV-nak az volt a későbbiek során az igénye, ugye, hogy a Diózsér, amit gyártott, 24 méteres hozva tudta gyártani, 48-as, 21 méterbe a 54 kg-os, és természetesen a 60 kg-os ettől kisebb 18 méter. Ezek kicsi hosszak voltak, ugye megjelentek a vasútnál ezek a pályaépítő rendszerek, és ezek hosszabb sínt igényeltek, és természetesen a hosszabb sín mellé olyan minőségi feltétel, az egyenesség kapcsolatos volt. Most ezt a feltétel, ezzel a feltétellel voltak problémák Diósgyőrben, amit alapvetően ki lehetett küszöbölni, olyan értelemben ki lehetett küszöbölni, hogy az 1994-es időszakban itt megindult egy sínfejlesztés a 60 kg-os sínre, ezt megcsináltuk, de már nem igényelte. Tehát ezt utána nem, két ok is volt rá. Na most tulajdonképpen a hossz vonatkozásában Diósgyőr ezeket a sineket hengerelte 48 méterbe, illetve 42 méterbe. Csak az volt a baj, hogy a gerendasornak a hűtőpadja az kicsi volt. Eddig ketté kellett vágni, és a ketté vág utána hegeszteni kellett. Na most tehát tulajdonképpen a hegesztés probléma. Most tulajdonképpen én, ahogy visszaemlékszem a dolgokra, ha jól emlékszem, a 74 ezer és a 75 ezer forint körül volt tonnája a fösztalpincsünknek. A Diósgyőr is 50 ezer forint volt. Tehát végül is, hogyha most azt nézem, még a hegesztést is kibírta volna költségben, csak aztán utána a MÁV-nak végül is nem volt ez az igénye, más politikai szelek fújtak, és hát végül is elvitték innen Diósgyőrből ezt a terméket, ezt az ősi terméket, ami tulajdonképpen mondtam, hogy erre épült a rendszer, és hát viszont ezt nagyon sajnáltuk, hogy nem, és majd azt későbbiek során én azt hiszem, hogy a magyar állam is fogja sajnálni, hiszen tudjuk azt, hogy már ezek a fővonalok ugye már késnek az expresszek, ez azt jelenti, hogy 30-40 évesek ezek a pályák, amik Budapest-Miskolc között vannak, de vannak olyan pályák például Nagykanizsa környékén, ahol 15 km. Tehát biciklivel hamarabb be lehet érni valóban Nagykanizsára, mint hogy hívják a vonattal, mert annyira kell csökkenteni a sebességet a sínpályáknak az állapota miatt. Úgyhogy ezt mindenféleképpen fejleszteni kell, de most hát természetesen innen következik az, hogy majd külföldről fogjuk vásárolni ezeket a sineket, és aztán... Magyarországon nincs is síngyártás, Magyarországon nincsen. Nincs. Hát végül is Ózt gyártott annak idején sínt, utána Diósgyőr gyártott, és egy bizonyos ideig Salgótarján, de végül is Diósgyőr volt ennek a főprofilja. Na most beszéltem arról, hogy a fejlesztés. 1994-ben, amikor megcsináltuk a 60 kg-os sínt, megmondták a mávosok, hogy milyen feltétel kell nekik, minőségi feltétel. Ennek a feltételnek a kielégítése érdekében beindult egy fejlesztés. Ennek a fejlesztése az lett az eredménye, hogy megvásároltuk a spanyoloktól azokat az egyengető berendezéseket, görgősorokat, minden kutyafülét, ami szükséges ahhoz, hogy a 0,7-es egyenességben biztosítható legyenek a sinek. Igen, ám. Ja, és még a másik dolog pedig az, hogy közben a durvahengerre és az acélmű között kinyitottuk azt a területet az üzemcsarnokba, amivel át lehet adni, és dupla hosszba lehet gyártani azt a sínt, tehát a 40 méter, 50 métert megközelítő hosszba. Erre a Diósgyőr kapott is támogatást. Ugye jól emlékszem, 150 millió forintos támogatás volt az állami támogatás, és 150 millió forint a város támogatás.
Diógyőr ebben már akkor abban az időszakban 400 millió forintot fektetett be, ahhoz, hogy ezt kinyissa és megcsinálja. Ez a 300 millió, plusz a 400 millió forint kellett volna ahhoz, hogy Diógyőrbe tovább menjen a színgyártás. Na most ebből a MÁV, ha jól emlékszem rá, a 150 millió forintot megtagadta. És miután megtagadta ezt a 150 millió forintot, azt mondta az állam, hogy akkor ő is adja, és innentől tulajdonképpen befelelőzett a rendes úr. Mi 57 forintért tudtuk gyártani a sínt. Igen. Mert ők vették meg 107 forintért, megvették a köztalpintól, és beépítették. Is. Tehát mégis a sínnek ez a esélye. Most nem mondom azt, hogy közben voltak ugye olyan kormány levelezések, amik például a Latorcai miniszter úr küldte a levelet, hogy biztatott bennünket, hogy csak csináljuk minden, mert itt fog lesz a síngyártás, aztán a végén nem. Ennyi veszteség egyáltalán kiheverhető-e bármilyen város számára? Ugye, mert itt nagyon érdekes volt, amikor a Miskolci Egyetemet 49-ben alapították, azt nem oda tervezték, ahol végül is felépült. Az volt a lényeg, hogy legyen bányász, kohász, gépész, hallgató, és azt mondták, hogy ezt mindenképpen Diósgyőrbe kell telepíteni. És a következő volt az indoklás, meg kell teremteni a történelmi hangulatot és környezetet, ezt jelentette a vár. Kell, hogy legyen sportolási lehetőség, ott volt a hidegvízű strand és ott volt a stadion. Kell, hogy legyen diákotthon szálláshely. Azt mondták, hogy a lilapirodi palota szálló átalakítható. A munkahely adott? Adott, mert a bányák ott vannak, a kovász gépgyár ott van. Na most ez volt az elképzelés, mert úgy vetődött föl, hogy 45 után legyen-e a jogi az akadémiákat ugye megszüntették, jogászképzéssel kezdődjön-e az egyetem, tehát jogi, közgazdasági, majd bölcsész, vagy pedig műszaki karra. És aztán azt mondták, hogy nem, itt a gyár miatt egyszerűen a műszaki karokat kell. Nem erőltetni, hanem fejleszteni, és aki ugye diplomát kapott, rendre ott is kapott állást. És ugye Miskolc nem a célváros volt, vagy az acélváros volt, hanem a magasan képzett műszaki értelmiségnek volt a bázisa. Én nem hiszem, hogy az országban volt még egy olyan település, ahol ennyi műszaki ember lett volna. Hát, később ugye, amikor a gyárak már nem tudták fölvenni ezeket az embereket, rendre a tanácsoknál, meg tömegszervezetekbe itt-ott helyezkedtek el. Az már ugye politikai kérdés, meg messze vezetne, hogy ez a műszaki értelmiség milyen szerepet vállalt és játszott a rendszerváltozásban. Tehát ugye most ott vagyunk, hogy annyit biztosan tudunk, hogy ez nincs, és azért ebbe egy generáció csak belehalt, mert munkanélkülivé vált, a gyerekei megszenvedték. Ha most én elkezdeném azt vizsgálni, nem tudom, van-e erre esély egyáltalán, vagy lehetőség még, hogy hova lett, mi történt, az első generációs munkás értelmiséggel. Most ugye az új egyetemi elképzelések miatt ez aktuálissá válhat megint, hogy a szegény gyerek az hogy kerülhet be az egyetemre. Hát ugye annak idején a munkás kategória, a fizikai dolgozó, az FS, az ugye jelzett volt és produkálni kellett az egyetemen, mert kirúgták. Na most, van-e második generációs munkás értelmiség például? Vagy egyszerűen, aki az ipar összeomlása után arra kényszerült, az elhagyta a várost. Ha ez történt, akkor műszaki értelmiség egyáltalán megbecsülhető-e a Miskolcon élő, aktív és már nem aktív műszaki értelmiségnek a száma? És aztán kimondandó kérdés, hogy lehet a városon segíteni a műszaki értelmiségnek, hisz ugye
Azt látjuk, hogy vannak ipari parkok, innen-onnan jön valaki, és azt mondjuk, hogy igen, ez fog 20 embert foglalkoztatni, vagy maximum 50-et. Annak idején, amikor tavaly volt ugye 100 éves a decemberné drótművek, annak előtt a Deisel Sodrői drótkötélgyár, ők azt kérték, hogy nekik adjanak helyet, és egy éven belül felépítették a drótgyárat, 120 ember foglalkoztatta. Nyilván nagyon-nagyon sokat változott a technika és a technológia, hisz mondja a Pungor Bandi, hogy a nanotechnológiával akár három ember milliárdos értékeket képes létrehozni. Most mindezeket ismerve és számba vetve, ugye bányászat lehet, hogy van lehetőség, kohászat, gépészet biztos, hogy nem nagyon, vagy másképp fog megvalósulni. A kérdés az, hogy amivel ugye nyitottunk, hogy a területtel mi történik, és a meglévő épületekből, mert eszközökből már ugye semmi nincsen, tehát mi az, ami védendő műemlékké változhat? Tehát hogy lehet megőrizni a múltunknak ezt a szeletét, ami még megmaradt? Laci bács. Igen, tisztelt jelenlévők. Szeretnék én is ehhez a beszélgetéshez hozzájárulni néhány gondolattal. Én úgy gondolom, hogy a mai előadás tervezett címe, Istvánnak a szándéka az volt, hogy akik itt megjelennek, kapjanak képet arról az iparról, amely meghatározó volt fejlődésében Miskolcváros Nagy Miskolcá alakulásában. És hogy ez a szakma, ez az ágazat aztán hogy ment tönkre, mi lett vele, és én úgy gondolom, hogy az utóéletére is erre most utaltál, hogy mi lesz a 130 hektárral, amely a város centrumába, földrajzi centrumába létezik, és hát aki nem járt ott, annak mondom, mert aki ott járt, láthatta, hogy elszomorító állapotok. A nagy kók helyén kis erdő nyílt már, a vasöntőde, a többi csarnokok, olyanok is, amelyek még nagyon sok más funkcióra, mint a Martin, a Hengerde, alkalmas lett volna a város javára, tulajdonképpen az ócskavas magas áram miatt ezelőtt 6-8 évvel lebontásra, tönkretételre került. Na, ehhez szeretnék hozzá fűzni néhány gondolatot. Egyrészt a története, már itt esett szó róla, és azok a könyvek, amire utalt Dobrosi tanár úr, azok bemutatják, hogy tulajdonképpen 1770-től 1868-ig a régi Bükki erdő területén, majd azóta itt a Szimbapart mentén mi minden történt. Nyitrai Dániel kollégám beszélt arról, hogy a fejlesztések dolgában egy-néhány téma hogyan alakult. Boros Árpád szintén elsősorban úgy közelítette meg, hogy ez a produkció, amit ez a gyár képes volt tenni, mennyire nemzetközivé is tette a Miskolc és a gyár hírnevét. És kevésebb szó esett róla, de a könyvek ezt is mutatják, hogy az úgynevezett privatizáció, a 89 utáni időszak milyen rémséges dolgokat produkált. És ezt ki kell mondani, és ezt nem mi mondjuk, akik a szakmához közel állunk, hanem volt itt abban az időben egy számvizsgál, egy országos, hogy hívják ezt a szervezetet, számvevőszéknek a vizsgálata, és a lehető legrosszabb minősítést adja, állatorvosi ló esete. Itt minden előfordul annak a privatizációnak a nyomán, és meg kell mondanom, hogy azóta sem sok változott
az ottani események láttán. És nagyon sok volt a veszteség, nagyon a emberek, az ott dolgozók és családjuk életében a veszteség, a gazdasági veszteség, a város vesztesége, hisz nem azt mondom, hogy a kohászat leépülésének, de annak is következménye volt, hogy Miskolc város az 1970-es esztendőkbe számlált nappali népessége meghaladta a 240 ezret, a nappali népesség. Az éjszakai 220 körül volt, és most ott tartunk, hogy 160-170 ezer körül van a népesség. A fiatalok, a legjobb képességű fiatalok, az én unokám, gyermekeim hagyják el, meg sokunk családtagja a város. Na szóval a város is megszenvedte. Hosszan lehetne ennek a történelmi eseménynek a sorát veszegetni. Azzal zárnám ezt a részt, mert ennél fontosabbnak tartom, hogy mi van most és mi lesz. Miben álljunk elő? Mit kezdjük? Mondhatunk-e valamit? Hogy fogadják, ha mondjuk? Szóval a történelmet úgy kellene lezárni, hogy utána kellene nézni a kutatóknak, és ezekből most már egyre többen jelentkeznek erre a munkára. Fiatal diplomások, az egyetemről is kikerülő különböző humán szakemberek, a szociológusok, történészek, kulturális antropológusok, és folytathatnám. Szóval ezeket meg kellene vizsgálni azt is, tételesebben, részletesebben, hogy ez az elmúlt több mint 200 év milyen társadalmi elemekkel írható le. És erre mondom, még egyszer van hajlandóság. De, és ezzel már mi beszéltünk, valamikor az úgynevezett szocialista időszakban ezek a nagyvállalatok, a Diósgyőri gépgyár, a kohászat, a róla készült irodanyagok, dokumentumok egy nagy részét a budapesti országos levéltárba kellett, hogy leadja időnként. Itt a megyei levéltárhoz is ment anyag, de az egy szűk, egy kevesebb rész volt. Tehát meg kellene nézni, hogy a budapesti levéltárban is mik azok, amik még ezekből feltalálhatók. Most tanába jöttünk rá, hogy 70 ezer filmkocka, 70 ezer maradt meg, és az egyik felszámoló az egyetemi múzeumban vitte ki a kohászat utóbbi néhány évtizedes történetéből. 15-en vagyunk, a közülük néhányan itt is részt vesznek, akik arra vállalkoztunk, hogy ennek egy részét megpróbáljuk, amit te is mondtál, beazonosítani, hogy mit ábrázol, mikori téma, kik láthatók a képen, ha azokon személyek vagy tárgyak, akkor mik láthatók. Barna György úr éppen arra vállalkozott, hogy ennek az anyagnak, ha így előkészítjük, a digitalizálásához és az archiválásához adja az önkéntes szervezeti munkáját, amit ezúttal is szeretnék megköszönni. Tehát utána kell nézni jobban ennek a volt diósgyőri nagyüzemeknek a története dokumentumainak. Mert épp itten két hete jelent meg egy cikk, a te volt egyik kollégád, levéltári kutató kolléga írta, és azt írja, hogy Miskolc egy nagy adóssággal bír, és egyáltalán a történetírás is a diósgyőri ipar fejlődése vonatkozásában. Azt is írja ez a cikk, hogy a rendszerváltás után eltelt 10 év nem szőnyeg alá söpörte ezt a témát, így mondja. Azt is írja, hogy az akkori döntések, döntéshozók elsősorban a 45 előtti időszakot akarták Miskolcra, a Miskolc önazonossága tekintetében rá
erőszakolni a 45 előtti polgári életet, és el akarták felejteni az ipart. Ezt írja ez a cikk, hogy az első 10 év így telt el. Nem tudom. Ti jobban meg tudjátok mondani, mert akkoriban még te is azt hiszem a levéltár vezetőjeként a közéletbe tevékenykedtél. Szeretnék arról végezetül szólni, hogy mit lehet most kezdeni. Többünk a szakterülethez közel állók úgy gondoljuk, hogy a diózsőri Lenin kohászati műveket nem lehet semmiképpen a régi állapotába visszaóhajtani, visszacsinálni. Ennek több oka van. Egyrészt Európában máshol is, a fejlett ipari országokban is. Ezek a szakmák egy radikális visszafejlesztésre lettek ítélve. Ennek megvan a közgazdasági, megvan az egyéb más oka. Európából tekintélyes mértékben kiszorult az acélgyártás, és áttevődött Kínába, az afrikai területre, és más, főleg keleti irányba. De most is két olyan nagy üzem létezik még a Lenin kohászati művek területén, amely tulajdonképpen hadrafogható lenne. Ezek közül az egyik 74-be épült, a Nemes Acél hengermű, a másikat 82-be adtuk át, ez a kombinált acélmű. Igaz, már 2 éve nem dolgozik, vagy már több is, és az utolsó... 2008. Tessék? 2008. Igen, azóta már nem dolgozik. Na, de ott vannak a berendezések, a fémtolvajoknak kisebb, nagyobb hát lopásától eltekintve, ezek még, és hagyd tegyem hozzá, hogy korszerűnek is mondható üzemek. Viszonylag korszerűek. Igaz, a megépítésétől eltelt idő, az erkölcsileg is amortizálta, nem csak fizikailag ezeket a berendezéseket. De mégis úgy gondolom, és többen így vagyunk, hogy egy 1 millió tonnás kohászatot Miskolc szívében már nem valószínű, hogy szabad megcsinálni. Ez az egyik. Ha nem, akkor mi legyen annak a 130 hektárnak a sorsa? Erre vannak nagyon jó példák. Mi korábban egy kicsit pökhenni módon, vagy nagyra vágyó módon azt állítottuk magunkról, hogy mi itt a Sajóvölgyében a magyar Ruhrvidék vagyunk. Hát a Ruhrvidék, a német Ruhrvidék, az persze nagyságrendileg nagyobb bányászati, kohászati üzemekkel rendelkezett. Az 20 éven át a leépüléssel párhuzamosan, mert mi szinte minden üzemet megszüntettek, egyedül talán még a Tiszen van ott valamennyi üzemével. Szóval átalakította, átformálta a területet. Részben a régi ipar és bányák területén, földrajzi területén más funkciókat, kommunális, szociális, tudományos, városépítési funkciókat oldott meg, és nagyon nagy részben kulturális sport, szabadidő központokká formálta ezeknek a volt ipari tájaknak a újabb funkcióját. Különösen szépen bemutatkoztak ebből a tekintetbe tavaly előtt, amikor ez a térség volt a Európa kulturális fővárosának a centruma. 52 város fogott ott össze. Nagyon fontos, hogy ahogy a központi kormányzat részben vezérletével, de mindenképpen nagy anyagi hozzájárulásával. Milyen kormányzatok vannak ott még? Ez a tartományi kormányzat anyagi hozzájárulásával és figyelmével. A városok önkormányzatának anyagi hozzájárulásával és figyelmével. A vállalkozók jelentős anyagi hozzájárulásával és a civil szervezet véleményének a meghallgatásával és ahol lehetett a közreműködésével,
fantasztikus dolgokat hoztak létre. Persze pénzt is kellett, és ezek tették hozzá azt a pénzt, ami nem kevés volt. Mi nálunk se pénz nincs, de az a koncepció sincs máig, 20 év óta meg, hogy mit kezdjünk ezekkel a területekkel. Máig nincs ilyen terv Miskolcon, kérem. Megelőzött bennünket Ózd, még korábban Csepe. Hát azokat a területeket mondom, akik hasonló helyzetben voltak. Csepel már ezelőtt 8 évvel megszüntette azt a, nem mondom, hogy mondva csinált, mert valós problémáját, amit itt mindig emlegetnek, hogy osztatlan közös tulajdonban van az egész terület, és ez tulajdonképpen szűkíti a mozgásterét mindenféle elképzelésnek. Ezt Csepelen megcsinálták. Én magam is hoztam azokat a csepeli példákat, előmunkálatoknak a programját, beadtuk az önkormányzathoz, létrehoztuk a gyárba meglévő új vállalkozások konzorciumát, vagy már nem is tudom, hogy neveztük őket, akik ebbe ezelőtt 6 évvel már el akartak indulni. Az önkormányzattól visszapattant az elképzelés. Abba persze az is benne volt, hogy egyrészt a meglévő területet föl kell pontosan mérni, mert most már senki nem tudja, hogy mi van a föld alatt, mi majd megy a vezetékeken, és így soha nem részletezem. Ez egy konkrét, komplex műszaki probléma, amit akkor a tervezés szintjén van 120 millióért megcsináltak volna, és utána pedig hát természetesen további beinvestálás kellett volna. Tehát nincs terv, nincs elképzelés. Részben civil szervezetek összefogásával készültek előtanulmányok, megvalósíthatósági tervek, hogy mit lehetne, melyik csarnokba, milyen funkciót tenni. Holló Csaba, a kamara elnöke, mérnöki kamara elnöke és mások közreműködésével tételesen a Diósgyőri gépgyár csarnokait is, a kohászat csarnokait is fölmértük, és tervbe vettük, elküldtük az akkori önkormányzati tagoknak. Ahogy te nem kaptál erről egy visszajelzést, ugyanúgy nem kaptunk mi se, akik ebben a munkában részt vettük. Ezt nem lehet megsporolni. Ha eddig nem csináltuk, akkor majd most meg kell csinálni. Én örülök annak, hogy valami elindult talán. Elindult, és van valami érdeklődés. Lehet olvasni, hát egyrészt ilyen tanulmányokat, mint amire utaltam, hallani, hogy volt itt egy nemzetközi összejövetel, amelyik ezt a témát a városi önkormányzat szintjén tárgyalta, a főépítész úr intézkedéseivel állítólag ez a munka majd elindul, de ez a majd, ez nekünk egyelőre hát kevés reményt nyújt. Örülök annak, és ezzel tényleg befejezem, hogy ezt az egész témát most már a történészek, a levéltárosok, azok a humán szakmában jártas személyek, művészek vették elő, akik úgy érzik, hogy ne tovább történjen valami, csináljunk valamit. Sajnálom, hogy Miskolcon élő azok a reál szakmával rendelkező nagyjaink, akik a városfejlesztést, a várostervezést, a város anyagi helyzetének a formálását hivatalból is kell, hogy intézzék, azok úgy tűnik, hogy kevesebb figyelmet tudtak erre fordítani, vagy fordítottak, mint amit említettem, hogy más városok megelőztek. Óznál már évekkel ezelőtt megtörtént több üzemi és kolóniai épület országos levédése. Kérdezted, nálunk tulajdonképpen országosan a őskohóval levédve. A többi csupán városi védelmet kapott, de az egészen más kategória.
Ózd elkészítette most az új önkormányzati felállásba azt a fejlesztési tervet, amelyet Rambeur tervnek nevez, tehát annak a nevét adta, aki az Ózdit annak idején alapította, és ez a terv tulajdonképpen nem más, mint örökségorientált terv. Tehát örökség, városi örökségorientált terv. Azaz a város múltjának az értékeit beépíti a tervezésbe. Én úgy gondolom, hogy az a munka, ami itt is és ma este is zajlik, az a vállalkozás, amit ti ketten és még többen mások itt, akik ebben szerepet vállaltak, tulajdonképpen amit elindítottatok, ennek meg kell, hogy érlelje, ez meg kell, hogy érlelje a továbbhaladásnak azt az útját, amit még egyszer mondom, nemzetközileg is, meg hazailag is az előttünk járók kitapostak. Én azt remélem, hogyha ilyen érdeklődő együttesek lesznek itt Miskolcon, mint amit ez a ma este is mutat, és újságcikkekben, minden más módon, a magunk köreiben, akár családon belül is, ezt a pessetséget, már bocsánat a kifejezésért, azt mondjuk, hogy hagyjuk abba, ha ezt meg tudjuk tenni, akkor biztos vagyok benne, hogy az ipar története, ami ehhez a térséghez tartozik, a 70 ezer éves havasi kovakőbányától mostanáig, a válságos időszak valóságos ábrázolása, és a mostani helyzetből való kikerülés Miskolcot ismét egy fejlődő, lendületben lévő várossá, településé fogja alakítani. Hogy megérjük-e, István? Jó lenne. Ezért dolgozunk, azt hiszem, amíg tehetjük. Én ezt így látom, és még egyszer köszönöm, hogy ennek ti az élére álltatok. Köszönöm szépen! Hihetésen mondjuk, hogy az ipari örökség tábláknak gyakorlati haszna, célja nincs, amit most arról volt szó, hogy ennek a ipari régiónak, amiről részben már beszéltünk, ezért vagyunk itt, ennek van olyan funkciója is, amely az idegenforgalmat segítheti. Tehát turisztikai célú blokkok, állomások, megtekinthető létesítmények lehetnek bizonyos területeken. Így nálunk az Őskohó, amire már utaltam, vagy a Kohászati Múzeum, vagy egyéb más, az papírgyári múzeum. A Diósgyőri gépgyárnak most készült el egy nagyon tartalmas kiállítási anyaga, tehát az. És még sok minden, azt nem sorolom fel, ami ezen a vidéken, vagy például a gyáron belüli ipari szafári, azaz a gyáron belüli gyári séta. Na szóval ilyeneket is lehet ezekből a hagyatékokból kihozni. Ebből a célból azt mondtuk, hogy egy város az nem elég nagy terület, és Miskolc sem, hogy ehhez esetleg többnapos turisztikai idegenforgalmi programot lehessen azoknak szervezni, akik ennek a gazdái. És azt mondtuk, hogy nézzük meg az egész borsodi területen, hogy mi van. Hollóházán, Telkibányán, Ózdon, és így tovább. Sőt, tovább mentünk, mert aztán jöttek az idegenforgalmi szakemberek, hogy ne csak Borsodban nézzük meg, hanem nézzük meg Kassa megyébe is. Hisz sok minden tekintetben ez a két terület ipartörténetileg is össze volt forva, és azon kívül járunk egymás területéhez, tehát a turisztikai dolgok. Na és ez az idegenforgalmi szervezet egy pályázatot adott be erre a programra. A mi egyesületünk azt vállalta, hogy ezen a pályázaton belül az ipari örökségre vonatkozó lelőhelyeket azt beazonosítja, és odaadja nekik, hogy ezt meg lehet tekinteni, mit lehet ott, és így tovább. Természetesen ezek
84 ilyen tábla készült el Borsod megyében. Ez a borutakat, a várutakat és az ipari örökség útját mutatja különböző országos útelágazásoknál. Ezt a célt szolgálja. Sajnos, ahová mutat, még ott nem mondhatjuk el, hogy tökéletes a vendégfogadás. Most készül a nyersvasgyártás története, mert ugye ezek szakmai történetek is, mert ugye volt nyersvasgyártás, acélgyártás, kovácsolás, öntészet, stb. Remélem, hogy a nyersvasgyártás után majd elkészül még a kovácsolás története is, ugye? Aztán itt van a Sipos Pisti barátom, aki megígérte, hogy az öntészet történetét még majd megírják, és akkor teljes lesz majd a kép. Hát amit ma este itt hallottunk a tanár úrtól, itt összeraktam magamba, és nagyon nagyra tartom, és ő 1997-ben, ahogy elmondta a Kiszei Gyula bácsival való találkozást, akkor kapcsolódott be igazán Diós Győr, illetve hát a kohászat és a Diós Győri Gyűjtő történetébe. Hát azóta, ahogy felsorolta, 21 könyv elkészült. Ő ennek az igazgatója volt, igazgatta, szerkesztette, tanácsokat adott, és tevőlegesen is dolgozott benne, és egy kimaradt itt, hogy az érdemei alapján Dobrosi úr 2006-ban tiszteletbeli kohász lett. Tiszteletbeli kohásszá avatták, ami élő kohászat nagyjai, szakemberei, és ebbe segítettek az akkori ukrán vezetők is. Én jelen voltam, nagyon szép történet volt, még akkor gyártott az acélmű, és levezényelte a csapolást, gyönyörű volt. És ezúton is gratulálok, méltó vagy a tiszteletben. Csak munka nélkül vagy. Köszönöm szépen, amennyire mondtam, hogy én inkább a humorosabb, a közvetlenebb szövegeket szeretem, ez túl nehéz volt nekem, is túl fájdalmas volt, hisz úgy is van kötődésem, hogy apám a kohászatnál dolgozott, ő öntő mintakészítő asztalos volt. Tehát kis gyerekkoromtól magamba szívhattam a gyárnak a levegőjét. Jól lehet, másfél irányított az élet. Tehát én ahhoz értek, hogy amit a szakemberek csináltak, azt a történelem oldaláról megközelíthessen. Ez a tiszteletbeli kohászkodás, ez azért volt egy gyönyörű dolog, mert ott hát az üst mellett azért kétségbe van esve az ember. Bár lehetett kolompot verni, tehát mindent megengedtek, mindent végig lehetett nézni. Számítógép vezérlésű volt, minden mondták, Pista, bármit csinál, csak ahhoz ne nyúj. Ha megnyomod, akkor ömlik az a cél. Úgyhogy csodálatos volt. Én azt hiszem, hogy itt a történészekre vár, a történészeknek egy fiatalabb generációjára vár a feladatnak a hátramaradt része, hisz ilyeneket például ezek a nagy üzemek egyben mecénások is voltak, tehát mecenatúrát töltöttek be, hány képzőművész szobrászt tudtak finanszírozni, együtteseket, énekkarokat, tánccsoportokat tartottak fenn, könyvtárak, Bartók Béla, Vasas Művelődési Központ, egész odáig, hogy a gyár tartotta fönn a vasgyári temetőt, aminek még azért szeretnénk a kataszterét elkészíteni. Tehát valójában ugyan... 24 sportkör a DVT-kára. Igen, szóval félelmetes nagy volt ennek a társadalmi hatása, amit föltétlenül meg kéne még csinálnunk. Összehasonlíthatatlan nagyobb volt, én büszke vagyok arra, hogy a Fancsali TS elnököt ismerhettem. Ott Szöpista, hogyha nincsen TS, akkor nem tudom az öregeket étkeztetni, tehát fölvállalt a szövetkezet is, amíg volt és amíg jól ment néhány helyen, hogy az öregeket ellátta élelmiszerrel, ott tartotta őket. Na most egy ilyen nagy városba azért, amit az ipar tett a kultúráért,
az egyszerűen hozzátartott ehhez a városhoz, és azzá tette, amit meg nem kéne szégyelnünk, tehát az, hogy a célváros meg az acélváros, igen, én büszkén vállalom ennek a történetét, meg gondolom valamennyien, akik itt voltunk. Köszönöm szépen. Végezetül én is egy félbe maradt erről, Istenem mondja, mert szerénykedik. Aki ismeri a Miskolc belvárosi című könyvet és annak a hát, erényeit, van még egy félig kész dolog, Diós Győr története is készen van, félig meddig össze van gyűjtve a sajtóanyaga, hát ugyanazok a gátak állnak előtte, amelyek a előbb felsorolt félbe maradt munkák előtt, hogyha egyszer majd jobb idők járnak errefelé, és majd a város történetével foglalkozókat egy kicsit többet fogják támogatni, akkor ez a könyv is meg fog jelenni, mert itt most mindenről esett szó, a Diós Győr városról, ennek az épített történetéről szintén olyan fontos lenne megemlékezni, mint a gyárról. Hogy én javaslom, hogy ennek a be nem teljesült álmok listának a végére írjuk ezt a másik könyvet is oda, csak én annyi, azzal búcsúznék el a jelenlévőtől, hogy biztatnék mindenkit, hogy szerdánként jöjjenek erre felé. Ez a kis civil közösség most már kezd megerősödni. Minden szerdán este 5 órakor valami történik itt nálunk, gyertek, akit feltekező viszonyban vagyok, akit csak önözök, magázok, kérem, hogy jöjjön. Mindig érdekes dolgok történnek, és én bízom benne, hogy egyszer csak valami összeáll, aminek erre jelesz. Köszönöm, hogy eljöttetek.